Egy Spájzba zárták szülei, fűtés nélkül, világítás nélkül egy bezárt helyiségben tartottak nap mint nap kislétán egy kislányt. Egy koszos matracot és egy bilit használhatott a kamrában a gyerek. A megdöbbentő ügyet tegnap kezdték tárgyalni Nyírbátorban, de közismert, hogy megszaporodott a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, sokszor a bántalmazást a szülők vagy a családon belül követik el. Dr. Toma Attila bíró és Lévai Ágnes pszichológus a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor talán a tegnapi esettel, a tegnapi tárgyalással. Milyen büntetés várhat a szülőkre? A vádhatóság két bűncselekmény elkövetésével vádolta meg a terhelteket. Egyrészt kiskorú veszélyeztetés, ugye nagyon szomorú ez a történet. Másrészt van a személyszabadság megsértésének is egy minősített esete. Nem akarom mutatni a kedves nézőket, halmozati szabályokat kell, tehát több rendbeli bűncselekmény képezi a vád tárgyát. Azt lehet mondani, hogy 2 évtől 12 évig terjedő a kiszabható szabadságvesztés tartama. Ebből is látszik, hogy komoly súlyú cselekményről van szó. Azok, akik nem ismernék ezt a történetet, a vádirat szerint mi történt, hogyan bántak a gyerekkel? Igen, vádiratról beszélhetek egyenlőre csak. Ugye a felvezetőben hallottuk, tegnap indult ez az eljárás, a bizonyítási eljárást a Nyírbátori járásbíróság megkezdte. Nagy horderejű, nagy volumenű ügyről van szó, már a vádhatóság több mint 30 tanú kihallgatását indítványozta, szakértői szerepel az ügyben. Azt lehet mondani, hogy erkölcsi okból a járásbíróság zárt tárgyalást rendelt el. Információm szerint a bizonyítási eljárás ugye 2 napra tűzte ki a bíróság az ügyet, de folytatódni fog, mert további tanúk kihallgatása várható az ügyben. Azt lehet tudni, egyenlőre, ugye, ami vádiratot kapott a bíróság, és ez volt a kérdés, arról szól a történet, hogy első és másodrendű vádlottak, akik egyébként élettársi kapcsolatban élnek. Az egyik közös gyereküket meghatározott időszakonként 2014. októbertől kezdődően meghatározott napszakokra, esti órákra, később már a délutáni és éjszakai órákra is egy nagyon komfort nélküli, fűtetlen helységbe zárták, és nem engedték ki. Ezen kívül a vád részét képezi az is, hogy ennek a gyereknek is, és a többi gyereknek is, összesen 5 gyermeket nevelnek. A ellátásából, neveléséből, táplálásából folyó kötelezettségeiket sem teljesítették megfelelően. Amikor ez az ügy a felszínre került, és már a gyámhatóság látókörébe is bekerült, akkor a szülők első körben azt nyilatkozták, hogy ez a kislány konkrétan, akit ott abban a helyiségben bezártak és fogva tartottak, nagyon rosszul tanult, rosszul viselkedett az iskolában, és egyfajta büntetésként alkalmazták ezt a módszert. Most a pszichológusra nézek, mert hogy azért a büntetésnek is a módszere és a nevelési stílus, tehát nem is voltak tudatában a szülők annak, hogy ők bűncselekményt követnek el, azért itt a határokat szerintem meg lehet állapítani. Tehát, hogy egy módszeres nevelés ne jelentse azt, hogy a személyi szabadságát megsértik a gyereknek, illetve nem gondozzák, nem ápolják, és nem megfelelően látják el. Mi erről a véleménye a pszichológusnak, amikor már egy ilyen eset után önökhöz kerül egy ilyen sértett? Hát ha határokról van szó, akkor itt bőven átlépi a megfelelő vagy a megengedett határokat ez a nevelési módszer. Azt gondolom, hogy pszichológiai szempontból semmilyen tekintetben nem elfogadható ez a fajta szabadságkorlátozás pszichés értelemben sem, és fizikailag sem. Ez nem csak azzal jár együtt, hogy a gyerek oda bent tartózkodik, és a saját családjában nem tudja megélni azokat a hétköznapokat, amelyek ugyanannyira a család részévé tennék őt, mint a többi más testvért, hanem arról is szó van, hogy elszeparálja a kortárs kapcsolataitól, elszeparálja olyan fajta tevékenységtől, amihez joga van gyerekként, akár eljárjon egy sportrendezvényre, valamilyen szakkörre, vagy egyáltalán, hogy szabad levegőn legyen a délután folyamán. Hát tulajdonképpen ez a kislány már az iskolából is kimaradozott egy idő után, tehát olyan folytatólagosan és hosszan be volt zárva ebbe a helyiségbe. Egy ilyen eset után, amikor ugye majdnem egy évig tartott ez
az állapot, hogyan sikerül, vagy sikerülhet el kihevernie ezt az időszakot ennek a kislánynak majd? Hát mindenképpen egy traumatikus helyzetről van szó. Ez egy hosszan elnyúló bántalmazás, ami nem csak fizikailag, hanem érzelmileg, mentálisan is nagyon súlyos következményekkel járhat. Azt szoktuk mondani, hogy minden trauma feldolgozható, illetve hát azon vannak a pszichológusok, hogy ebben tudjanak segíteni. Azonban nagyon fontos, hogy mit tud erről magáról, hogy mit gondol erről magáról ez a gyerek. Hiszen azt gondolja, hogy lehet, hogy ez természetes az ő esetében. Nem tudjuk, hogy milyen mondatok hangzottak el, nem tudjuk, hogy hogyan szánták ezt a szülők. Tehát a szeretet megvonásnak és a büntetésnek különböző módjai vannak. De mindenképpen nagyon károsan hat a személyiség fejlődésre. Hát leginkább az énképére, az önbecsülésére hat negatív irányba. Egyáltalán, hogyha ő azt gondolja, hogy ezt megérdemelte, mert akár olyan előzményei voltak, hogy rosszul cselekedett, vagy rosszul csinált valamit, de hát mit tud egy gyerek olyan rosszul csinálni, hogy ilyen büntetést érdemeljen. De hogyha mégis úgy éli meg, akkor elképzelhető, hogy ő maga olyan formában gondolja bűnösnek saját magát, hogy szégyenli emiatt magát, tehát bűntudata van emiatt. Tehát, hogy nem feltétlenül a szülőket okolja amiatt, ami vele megtörtént, hanem elképzelhető, hogy saját magában keresi a hibát. Egyébként ettől az esettől eltekintve a pszichológusok nagyon sok más problémával küzdő családokkal is foglalkoznak, és ön is családterapeutaként nagyon sok mindennel találkozik. A személyes szabadság megsértése vagy megfosztása más esetekben is jelentkezik szülő-gyermek kapcsolatban. Hozná erre példát? Igen, már az előbb érintőlegesen említettem, az, amikor egy kamasz gyereket, aki már önálló belátással bír azzal, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet például busszal vagy gyalog elmenni az iskolától az otthonáig, de megszüntetik ezt a fajta lehetőségét, és mondjuk a legjobb szándék mentén, de értem, ennek autóval minden nap, ezáltal igen, korlátozzák az ő szabadságát, és valamiféle felügyeletet, olyan fajta felügyeletet biztosítanak számára, ami egy másik irányba vezethet a fiatal korunál. Ilyenkor gondolok például az internetes társaságkeresésre, az olyan fajta kapcsolat és hálózatépítésre, ami talán még nagyobb veszélyeket rejt, mint hogyha a kis 10 perc később ér haza az otthonába. Térjünk vissza a gyermekbántalmazásra, a családon belüli bántalmazások eseteire. Nagyon sok esetben, tehát a szülő nincs tisztában azzal, hogy bűncselekményt vagy jogsértést követ el, nincs tisztában tehát a gyermek alapvető jogaival. Melyek a gyermek alapvető jogai? Mikor sérülhetnek azok? Ez valóban így van, és egyébként ez visszautal az előző problémára is, hogy a szülő egyáltalán bűncselekménynek éli-e meg azt a magatartást, akár ebben a konkrét ügyben is, amit a vádhatóság a bíróság elé hoz, hiszen a szülő gondolhatja azt, hogy nevelési célzattal teszi, amit tesz. De itt éles különbséget kell tenni a szülő nevelési körhöz tartozó jogai és az általános emberi jogok között. Én úgy gondolom, hogy az nem kérdés, hogyha valakit a szabad mozgásában korlátoznak, bezárnak egy helységbe, akkor ez mindenféleképpen kimerítheti és kiismeríti a személyi szabadság korlátozását. Hát a helyváltoztatáshoz való jog, az úgy gondolom, hogy az egy természetes emberi jog, ez mindenkit megillet. Az egy másik kérdés, hogy a szülő erről mit gondol. Tehát azt, hogy ő számára ez nem bűncselekmény, erre lehet azt a közhelyt elsütni, hogy a jog nem tudása senkit nem mentesít. Tehát azért, mert ő ezt nem gondolja annak, attól ez még kimeríthet egy bűncselekmény fogalmat. Tehát én úgy gondolom, hogy itt ebben az ügyben az egyik vád, amiről szó van, ez a személyi szabadság megsértés, ráadásul ennek a minősített esete, mert kiskorú sérelmére követi el, tehát ezt már eleve jobban szankcionálja, idézőjelben jobban, tehát súlyosabban rendeli büntetni a BTK, illetve hogy aljas indokból, célból teszik meg, akkor ez egy igen súlyos bűncselekmény, 2-től 8 évig terjed. És hát én úgy gondolom, hogy ezzel a minden ilyen egyetérthetünk, hogy a helyváltoztatáshoz való jog, az mindenkit megillet.
korra tekintet nélkül. Igen, van egy másik jog, amit most ugye ismerünk a médián keresztül is lehetett hallani, gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekménynek minősül az is, hogyha egy gyermekkel nem, vagy egy gyermekről nem gondoskodnak, nem ápolják, nem gondozzák, tanuláshoz nem biztosítanak számára megfelelő lehetőségeket. Mi minősül gondatlanságnak, mert még ez a másik legjellemzőbb eset, ami előfordul. Hát ezt kell vizsgálni egy ilyen bírósági eljárás során. Ez egy nagyon összetett bűncselekmény, a kiskorú veszélyeztetése. Nem akarom felolvasni az egész törvényszöveget, de a nagyjából elmondanám a fogalmat. Ez úgy szól, és ezzel meg lehet állapítani azt, hogy ki követheti el, milyen magatartással. Tehát azt követi el, akit egy kiskorú felügyeletére van bízva. Nem feltétlenül szülő, lehet ez más is. Tehát bármilyen oknál fogva nevelése, eltartása, tehát tartása, nevelése kapcsán lehet ez gyám, szülő, élettárs, tehát sok mindenki lehet. Az a lényeg, hogy a gyermek rá legyen bízva, és a neveltetéséből tehát ehhez tartozó kötelezettségét olyan módon nem teljesíti, hogy ezáltal a gyermeknek a testi, értelmi, érzelmi életét károsan befolyásolja, akkor megvalósítják ezt a bűncselekményt. Tehát egy kötelességszegő magatartás. Azt hiszem ez az volt a kérdés is, és azért gondolom azt, hogy nagyon szerencsés, hogy pszichológus is van itt körünkben, mert azt, hogy megállapítsuk, hogy mikor vezet el egy ilyen magatartás egy olyan fokú veszélyeztetéshez, amely már ilyen módon károsan hat a gyermek bármilyen értelembe vett fejlődésére, tehát ez szakkérdés. Szándékosnak kell lenni. Ugye volt az, hogy gondatlan vagy nem gondatlan magatartás. Tehát akkor lehet megállapítani a bűncselekményt, hogyha bizonyítható, hogy a szülő magatartása szándékos, tehát tudja, mit csinál a szülő, vagy tudnia kell adott belátási képesség mellett, és tehát a cselekménye következményeit kívánja, vagy annak a lehetséges következményeibe belenyugszik. Ekkor beszélhetünk ilyen veszélyeztető magatartásról. Egyébként valóban egyre súlyosabbak ezek a cselekmények, és egyre, hogy mondjam, inkább nyilvánosságra kerülnek. Én azt mondom, hogy általános országos statisztikával nem rendelkezek, de itt a megyénk büntetőirodáiból próbáltam némi adatot keríteni. 2010-11 óta több mint 500 ilyen cselekmény indult. Én azt mondom, hogy egy ügy is sok, de látszik az, hogy egyre inkább elszaporodnak ezek a cselekmények. Ezek a cselekmények köthetőek az iskoláztatás elmulasztásához, de köthetőek a folyamatos bántalmazáshoz, a higiéniás feltételeknek a nem biztosításához. És akkor még nem beszéltünk azokról a cselekményekről, amikor egy konkrét, akár nemi jellegű, akár vagyonelleni bűncselekményhez köthető, amikor valaki rábír egy kiskorút egy bűncselekmény elkövetéséhez, vagy sértettként bűncselekmény áldozatává válik, és még ezen cselekmény. Tehát ez a fajta cselekmény, amiről beszéltem, ez szintisztán ez az elmulasztás, a nevelésből folyó kötelezettség elmulasztásához köthető, és ez egyre több, és nehéz megítélésű ügyekről van szó, és sajnos a végeredmény az, hogy a gyerek sérül. És hát ezekhez az esetekhez természetesen kell a szakember bevonása a feltáráshoz, van, de hiányzik még ügyben. Innen egy harmadik láb, az pedig a gyermekvédelem, hiszen amikor már felszínre kerül, vagy látás ügyeknek a felszínre hozásában, ugye a gyermekvédelmi szakembereknek igen. is nagy-nagy szerepe van. Folytatni fogjuk egy másik szemszögből ezt a témát, mert úgy gondolom, hogy érdemes. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzám.